Nekem is szükségem van arra, hogy a belső emberem a szenselem által újra és újra erőt kapjon, és erős legyek belül. Az erő nem az izmakban van. Az, az is fontos, hogy azt is mozgast, mert ha nem használod, megromlik. És ma ugye nagyon sok munka, olyan munka van, hogy nem használja az ember a kezét lábát, keveset mozog és a, az izmaink, meg a szerületre rendkívül negatív hatással van a mozgás szegénység. De erősnek a, ne az legyen, ne azért mozogjál, hogy erős legyél, hanem, e, hanem egészségesen tartsd meg a testedet. A belső emberedben kell, hogy erős legyél. Az a legfontosabb. Mert vannak, nagyon mindegy, szekrény, úgy néznek ki, de az ember beszél vele, egy kis gyenge, kis pihe, gyenge ember lakik a bensejében. Annak ellenére, hogy pankrációs szöveggel próbálja ezt elrejteni, de kritikus helyzetekben azért kijön belőle, hogy a belső embere gyenge. És ahhoz, hogy a kritikus helyzetekben hely tudjunk állni, az belül kell erősnek lenned. A szellemednek, szívednek kell izmosnak lenni. Azzal kell képes legyél terhet hordozni. A terhordozás az mindig a szív és a léleknek az ereje által történik. Az élet nagy terhei, arra a szívre és a lélekre nehezedik. Ma miért, sajnálom, miért olyan sok ember roppan össze a gondoktól? Miért so olyan sok ember nem bírja a stresszet? Uh, régen is stresszes volt az élet. Uh, néha ugye a szabad időn van, így tanulmányozok bizonyos embereknek, régi élet, élet embereknek, a régi korban ért embereknek a sorsát, él most legutóbb a keresztes lovagokét, hát azoknak se volt könnyű az életük. Sokkal stresszesebb életük élt. És hát brutális volt akkor a harc fizikai szinten. De nem volt közöttük, állítom nektek, annyi idegbeteg, neurotikus, paranoid, ez eh, mániákus, depressziós, mint ma az emberek között. Pedig a mai embereknek összehasonlíthatatlanul kisebb problémái vannak. Éjszalakon keresztül, évezredeken keresztül, eh, minden napuk a, 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 a veszélyben volt a fizikai létezésük nem bolondultak meg tőle, nem örültek meg tőle, mert akkor az emberek belül erősebbek voltak. Most belül nagyon gyengék az emberek. Csak kívül akarnak valami mutatni, mint a kirakat bábuk. De a kirakadtból kiszed a bábukat, nem sokra mész velük. Persze most nagy divat a guminők meg a gumiférfiak. De hát hagyjad ezeket, ezt a világot másra, ezzel nem foglalkozzál, ez nem a te világot. Neked a reál, a reál szférába kell mozognod és élned. És ütésállónak kell lennünk. És nem szabad menekülni, sok konfliktustól föl kell vállalni, nehéz helyzeteket. De nagyon fontos, hogy a belül, belső képes belül, a lelkedben és a szelemedben olyan erő legyen, és olyan hatalom legyen, hogy tűrni tudjat, hordozni tudjat. Az emberre, ha rátesznek egy mondjuk 50 kilót, és az minni kell, hát arra ugye egy fizikai erőre van szükség, és elfárad az ember, leteszi a válláról, újra kis megpihen, és viszi tovább. Na most ugyanezt mondom, hogy szellemileg, lelkileg is, amilyen erő van a belső emberedben, annyi terhet tudsz elviselni. Ha több teher jön az életedre, és ez gyakran előfordul, akkor a belső embered elájul, ott fekszik, kámpetsz, és föl kell lapátolni téged újra és vérátömlesztésre van szükséged, vagy operációra, most szellemi értelemben mondom. Tehát éppen ezért ne várj meg, hogy kiüssenek tégedet, hanem látod, az atyaságban benne vagy, akkor az Úr azt mondja, hogy a Szent Szellem az ő ereje által a belső emberedet mit csinál? Megerősíti. Az érzelmeidet megerősíti. nem leszel ilyen emós, nátás ember, hanem, hanem, hanem stabil érzéseid lesznek. Gondolkozásmódod is, és nem állandóan a paranoia mozog benned, amikor valamilyen ö, 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 o, o, olyan szituáció van, ami fenyegetettséget jelent számodra, hanem egyből hittel fogad meg, mert a paranoia sem fogod meg a fenyegetett helyzetet, akkor összeomlasz. És rettegsz, férsz. De ezt meg kell tanulnod, hogy hittel, hogyan tudom az ilyen kívásokat fogadni, mert akkor meg fogjad ott találni, ha nagyon rövid időn belül a Szentléleknek a vezetését abban a helyzetben, hogy hogyan fog kihozni, és megismered, hogy hogyan fog tégedet, milyen módon fog Szentlélek abból a helyzetből kihozni tégedet. Légy erős az urban, az ő hatalmas erejében. Megértetted? és a nyáron se enged, hogy, hogy, hogy az éjség és a rosszul tápláltság tönkretegye a belső embereden, ezért járj a gyülekezetben, hallgassd Istenek a beszédét, fogad be. De ne csak hallgast, mert azt is meg kell tanulni, hogy hogyan fogadom be az Istenek az igéjét, és hogyan tudom elrejteni a szívemben, az is egy szellemi munka. Ezt is tanuld meg, azért, hogy tele legyen a szellemet, különösen ilyen időszakban, de minden időszakban, Istennek az igéjével és a szent Szellemnek az erejével, hogy folyamatosan erősítse a belső emberedet.